Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Több mint 50 ezer facsemetét ültettek el. Minden újszülött után 16 növény került ki Vajszló határába. Óriás kígyóra vágyott, vádat emeltek ellene, illegálisan tartott fegyvert adott az állatért. Dolgoznak a terápiás kutyák, tápot nyert a Misina állatotthon. Kihívás napja. Tánc és családi programok várták a résztvevőket. Több mint 50 ezer facsemetét ültettek el Vajszló határában. A baranyai település melletti 5 hektáros terület javarészét kocsányos tölgyek borítják, ami az ormánság egy emblematikus fafaja. Az újszülöttek Erdélye névre hallgató egykori csemetekertben minden megszületett kisbaba után 16 darab fát ültettek el. Az egyébként 10 évig tartó projekt célja a környezetkárosító hatások csökkentése, valamint a karbonsemlegesség elérésének támogatása. Újszülöttek erdeje, olvasható ezen a táblán, ami Vajszló határában található. Az elnevezést a 2020-ban a kormány által elfogadott klíma- és természetvédelmi akcióterv célja ihlette. A programban ugyanis minden évben legalább 10-10 facsemetét ültetnek el az országban születő gyermekek után. Baranyában elsőként Vajszló határában alakítottak ki ilyen erdőt, ahol a vártnál is több növényt helyeztek el. 2019 és 2020, ha összehasonlítjuk ezt a két évet, akkor Baranyában 227 gyermekkel született több egyik évről másikra, és ez is egy jelképes dolog, hiszen minden egyes gyermek után a mecsekerdő ebben az országos program keretén belül nem 10, hanem 16 fát ültetett. Az ormánság emblematikus fája a kocsányos tölgy. Az 5 hektáros terület 70%-át ezzel a fajjal fásították be, ami több mint 35 ezer darabot jelent. Baranyában egyébként már más területeken is ültettek fákat. Az ITM és az Agrárminisztérium együttműködése keretében a Gemen ZRT-vel közösen 15,9 hektár új erdő létesült, és ezen felül pedig 23 hektáron olyan beerdősülő területeket egészítettünk ki fafajokkal, és hoztuk olyan állapotba, amelyek hosszabb távon erdővé nyilváníthatók. Az újszülöttek erdeje korábban csemetekert volt, de karácsonyfa telep is működött itt, sőt, gyógynövénytermesztés is folyt a területen. Ám az elmúlt években már nem hasznosult az üres telek, ezért telepítették ide a fákat a 10 éven át tartó projektben. Már a következő erdők ültetését is tervezik a szakemberek. Minden évben 3-8 hektárnyi erdőt fogunk elültetni az újszülöttek tiszteletére. Ennek az első 5 évét már látjuk, hogy melyik területekre fogjuk ezeket az erdőtelepítéseket végrehajtani, hát és abban reménykedünk, tekintettel, hogy az erdőgazdaság nem túl jól van elengedve nem erdőművelési ágú ingatlanokkal, reménykedünk abban, hogy fogunk kezelésbe kapni olyan területeket, ahol újabb erdőtelepítéseket tudunk megvalósítani. Az átadó ünnepségen egy jelképes faültetésre is sor került, így pontosan 50.501 darab növény található a területen. Az eseményen elhangzott, hogy ezzel is hozzájárulnak ahhoz a vállaláshoz, miszerint 2030-ra, illetve 2050-re jelentős mértékben lecsökkentik a széndioxid kibocsátását. Cél a karbonsemlegesség elérése. Folyamatosan zajlik az oltás hazánkban. A beoltottak száma 5.056.262 fő, közülük 3.328.047 fő már a második oltását is megkapta. 396 az új fertőzöttek száma. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 803.119 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 32, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29.654 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 682.301 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 91.164 főre csökkent. 1215 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 136-an vannak lélegeztetőgépen.
Több bejelentés érkezett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalhoz arról, hogy egy férfi tűzifa végkiárusítást hirdet rendkívül kedvező áron Magyarország egész területére, így Baranyára is. A hatóság egyik munkatársa felhívta a megadott számot, majd SMS-ben megkapta a bankszámla számot, ahová a pénzt utalnia kellett volna. Mint közölték, a csalók nagyon kedvesek voltak, eljátszották, hogy a rendelés minden adatát felveszik, minden kérdésre türelmesen és kedvesen válaszoltak. A hatóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy a 36 20 492 0492-es telefonszámon csalók hirdetnek akciós tűzifát, ezt a szolgáltatást semmiképpen ne vegyék igénybe. Különös árucsere zajlott két férfi között Pécsen. Egy illegálisan tartott vadászpuskát cserélt Királypitonra az egyik vádlott. A megszerzett lőfegyver végül egy nőhöz került. Most emelt vádat az ügyészség az eset szereplői ellen, akik feltételezhetően nem is sejtették, milyen komoly bűncselekményt követtek el valójában. A törvény 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti az engedély nélkül tartott fegyver birtoklását. Eladó királypitonok ezen a netes hirdetési oldalon. Az óriás kígyók közül ez a faj a legkisebb, másfél-két méteresre nő maximum. Egy ilyen házi kedvencre vágyott az a 20 éves pécsi férfi, aki cserébe nagyapja illegálisan tartott vadászpuskáját ajánlotta fel az állatért egy 45 éves ismerősének. Ez a fegyver, illetve a hozzá tartozó töltények láthatók az ügyészségi fotókon. Ez az ismerős a kért állatot azt megszerezte, odaadta a vádlottnak, és cserébe pedig átvette a lőfegyvert, illetőleg a hozzátartozó lőszereket, úgyhogy nem volt engedélye neki sem ezeknek a tartására. A férfi az elcserélt puskát és a töltényeket egy darabig a saját lakásában tartotta, azonban félt attól, hogy a kislánya esetleg ezt megtalálja, ezért megkérte a szomszédban lakónőt, hogy a továbbiakban ő tárolja ezeket az eszközöket, fegyvert, illetve lőszereket. A szomszéd vállalta a fegyver és a lőszerek tárolását, azonban a 46 éves nőnek nem volt engedélye erre. Végül a rendőrök egy bejelentés alapján nála találták meg ezeket a veszélyes eszközöket tavaly szeptemberben Pécsen. Így ellene és a történetben szereplő férfiak ellen is eljárás indult. A járási ügyészség most emelt vádat. Mindannyiuknak a cselekménye lőfegyverrel, illetve lőszerrel visszaélésnek a megállapítására alkalmas, amiért 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés az, ami kiszabható. Egyébként a nagyapa korábban vadász volt, azonban a 70-es éveiben járó férfinek ma már nincs fegyvertartási engedélye. A vadászpuska ennek ellenére a birtokában maradt, amit az unoka cserélt el a királypitonra. Május utolsó napján előkészítő üléssel kezdődik a különösen nagy értékre üzletszerűen elkövetett sikkasztással és más bűncselekményekkel vádolt egykori pécsi bankár F. Balázs és 18 vádlottársa büntető pere a Pécsi Járásbíróságon. Az egykor az OTP Dél-Dunántúli régió vezetőjeként dolgozó vádlott még az otthoni bevásárlást is a bank pénzéből intézte. Nyaranta minden reggel sofőrje vitte a helyi újságot Pécsről a balatoni nyaralóba és étterembe is a bank pénzén evett, ivott az ügyészség szerint. A további vádlottak között pécsi és balatoni éttermek tulajdonosai is ott vannak. Az elsőrendű vádlott cselekményeit rendszeres haszonszerzésre törekedve követte el, ezzel a vádbeli időszakban a vádlott társai segítségével csaknem 260 millió forintot tulajdonított el a banktól és fordított saját céljaira. Elindult az élet a Misina Természet és Állatvédő Egyesületnél. Dolgoznak a terápiás kutyák, és egy nagyobb mennyiségű állati takarmányt is nyert a szervezet pályázat útján. Stábunkkal két terápiás kutya akciójában vettünk részt. Egy idősek otthonában nyújtottak lelki segítséget, és csaltak jó kedvet, derült a gondozottak arcára. Kutyaterápiával már 11. éve foglalkozik a Pécs-Somogyi Állatotthon. Az elmúlt évben sajnos a világjárvány miatt nem tudtak foglalkozásokat tartani, elsősorban a szociális otthonokban és kórházakban, oktatási intézményekben. A kutyás terápia nagy hiány pótol, mondja Farkas Tamás, a Misina Természet és Állatvédő Egyesület elnöke. Ez nagyon sokat jelent az időseknek, hiszen nagyon sokan csak akkor kelnek fel az ágyukból, csak akkor jönnek ki a levegőre, amikor egy kutyát meglátnak. Egy nagyon jó motiváló hatás, megnyílnak az idősek a kutyák előtt, hát nagyon sokszor el is mondják, hogy neki pont ilyen kutyájuk volt természetesen, de egyébként a saját állataikra és a saját környezetükre is visszaemlékeznek, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen azért kizökkent őket a mindennapok monotonitásából.
most ebbe az évbe ez nagyon nagy hiányt jelentett. Az állatok testének érintése, a simogatás és a kedves kutyák odaadó szeretete mindenek felett jó hatással van az idős, olykor beteg emberekre. Ahhoz, hogy egy kutya alkalmas legyen terápiás feladatok elvégzésére, mindenképpen genetikai adottságokkal kell rendelkeznie, mondja az elnök, aki egyben egyik kiképzőjük is. Nagyon fontos mérési folyamat előzi meg a terápiás kutyáknak a kiképzését, és hát utána jön a kiképzés. Itt feltétlenül azért tisztázni kell azt, hogy nem hagyom hagyományos kiképzésről van szó. Itt nem az a lényeg, hogy a kutya milyen precízen, mikor, hogyan ül, hogyan áll, illetve ez is nagyon fontos, de talán ennél még fontosabb a szocializáció. Terápiás kutyának azért ugye olyan illik választani, aki szereti az embereket. A Pécs-Somogyi Állatotthon pályázik is rendszeresen állati takarmányra, hiszen több száz éhes szájat kell etetniük. Legutóbb például 4 tonna kutyáknak és macskáknak való jó minőségű tápot nyertek, illetve részben adományként kaptak. Ez első hallásra soknak tűnik, de naponta 80 kg élelem fogy ebből. Ez pedig másfél hónapra elegendő az állatmenhely lakóinak. Ez természetesen nagyon nagy segítség, melyet ezúton is köszönnek. A világ jobbátételéért nemzetközi életműdíjban részesült Schönberger András. A főrabbi számára rendezett eseményt meglepetésként szervezték. Az elismerést egyébként olyan kiemelkedő személyiségek kapják, akik saját közösségükben elért sikereikkel, életmódjukkal és tevékenységükkel minden közösségnek követendő példát mutatnak. A Magyar Honi Zsidó Imaegylet Egyesület ezúttal a főrabbinak ítélte a díjat. Schönberger András közösségi munkája mellett a Büntetés Végrehajtási Intézetben végzett szolgálatai elismeréseként érdemelte ki a kitüntetést. Évtizedeken át tartó tevékenysége azonban nem ért véget. Mint mondta, továbbra is a közösséget szeretné szolgálni. Az mindig jól esik az embernek, hogyha a barátai megtisztelik bármilyen jó szóval is, nem pláne egy díjjal. Hihetetlen meglepetés. Nyugdíjban nem vonultam csak a BV-től. Onnan se akartam volna, úgy döntöttek nem az égiek, hanem a földiek, és nem a BV. Attól még ott is tovább akarom folytatni a munkámat. Természetesen, ahogy Söne főrabbi úr a nagyon kedves szavaiba elmondta, mi nem megyünk nyugdíjba soha. Megvan az időpontja a Made in Pécs Fesztiválnak, ami országosan is az év első nagy könnyűzenei eseménye. Idén nem tudták megtartani a szokott időpontban. Úgy tűnik azonban, hogy nyár közepén mégiscsak megrendezik. A hagyományos a január elején tartandó fesztivált a szervezők nyáron július 17-ére időzítették. Amatőrök, kezdők és már befutott jól ismert pécsi zenekarok egyaránt fellépnek és adnak mini koncertet a városban egyetlen napon, közel 24 órán keresztül a város néhány koncerthelyén vagy vendéglátó egységében. A szervezők azt is megjegyzik, hogy rekordszámú pécsi produkció nevezett az idei mustrára, így a fesztivált már 7 helyszínen tartják. A koncertek ingyenesen látogathatók, és néhány éve már egy-egy külföldi, abban az évben adott kiemelt város néhány zenekarát is meghívják. A Pécsi Kulturális Központ is csatlakozott a május 26-ai kihívás napjához. A rendhagyó családi délután során egy flashmob keretében bárki megtanulhatta a világhírű Jeruzsálem tánc koreográfiáját, sőt egy lánykérésnek is tanúi lehettek a résztvevők. A kihívás napja az ország legnépszerűbb szabadidős sporteseménye, melyhez minden évben több százezren csatlakoznak május utolsó szerdáján. A Pécsi Kulturális Központ udvarán idén aktív családi programmal várták az érdeklődőket. Mi egy ilyen spontán flashmobot rendeztünk a kihívás napjára. Ez körülbelül 30 percet amúgy ki is tölti. A Táncoló Egyetem fogja betanítani nekünk a Jeruzsálem táncot, amit valószínűleg már mindenki nagyon jól ismer, és együtt fogjuk utána közösen ezt eltáncolni. Előtte pedig bűvész és zsonglőr show van, úgyhogy mindenféle jó kis program van előtte is. A 3x8 ütemű Jeruzsálem táncot mindenki gyorsan megtanulhatta. Az alapkoreográfiát fogjuk eltáncolni, azt az a legegyszerűbb, nem változtattunk rajta, biztosra mentünk, hogy mindenkinek a sikerélménye legyen, úgyhogy azt szeretnénk eltáncolni a többiekkel. A Pécsi Kulturális Központnak ez volt a nyitó rendezvénye, hiszen a pandémia idején az intézmény is zárva volt. Nagyon-nagyon örülünk, bár nagyon-nagyon vártuk, hogy együtt lehessen a csapat, és hogy azok, akik minket szeretnek és eljönnek hozzánk, azok továbbra is a vendégeink lehessenek. Úgyhogy hát ez egy ilyen nyitási akció, tulajdonképpen örülünk neki, hogy ez a mai nap erre alkalmas,
és hogy itt az Élményzóna Egyesületek közösen ezt meg tudtuk szervezni itt a kihívás napja alkalmából. A rendezvény meglepetéssel zárult. Új járdával válik biztonságosá a közlekedés Pécs határában. A 6-os számú főút és Eperfás út csomópontjában lévő buszmegállótól az utcában található munkahelyek felé vezető járda az idei évre már annyira alkalmatlan volt a gyalogos közlekedésre, hogy a felújítása elkerülhetetlenné vált. A rekonstrukció mintegy 250 méter hosszon vált aktuálissá, ezen belül 50 méter hosszban teljesen új járdaszakasz épült. 200 méteren pedig a meglévő, rossz állapotú járda felújítása történt meg. A munkák során a kiemelt szegély is cserélve lett a járda főúti szakaszán, a buszmegállót is beleértve. A járda teljes hosszában 1,5 méter szélességű aszfalt burkolatot kapott. A járda melletti patka kialakítása is megtörtént a helyben található és odaszállított földből. A munkálatok költsége megközelíti a nettó 3 millió forintot. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. A Covid osztály kivételével már a Kaposi Mór Oktató Kórházban is fogadják a látogatókat, igaz csak egyesével és védettségi igazolvánnyal. Az intézmény oltópontjain továbbra is folyamatos a munka. Az elmúlt napokban Sinopharm és Pfizer vakcinákkal oltottak. Jó, vágyadok házán, engedjük. Egymás után veszik fel a második körös oltásokat a Kaposi Mór Oktató Kórházban. Naponta több mint 700 ember fordul meg az intézményi oltópontokon. Az érkezők fontosnak tartják, hogy a második vakcinát is megkapják. Fontosnak tartottam az oltást, mert én gimnazista voltam, és most végeztem, és nem tudtam találkozni az ismerőseimmel. Már szabadabb akartam lenni, és ezért beoltattam magamat, és fontosnak tartom, hogy élhetőbb életünk legyen. Az enyhítéseknek köszönhetően, ahogy országosan, ugye a Kaposi Mór Oktató Kórházban is feloldották a látogatási tilalmat. Kórházunkban is érvényes az, hogy egy beteghez egy nap összesen egy látogató érkezhet maximum 60 percben, és nagyon fontos, hogy vagy védettségi igazolvánnyal kell rendelkeznie a látogatónak, vagy amennyiben ez nem áll rendelkezésére, akkor 48 órán belül készült negatív PCR-tesztel kell rendelkeznie. A kórház honlapján tudnak tájékozódni ezekről az információkról. A kórház vezetése arra kéri a hozzátartozókat, hogy csak egészségesen, maszkban, a szabályokat betartva érkezzenek a betegekhez. A Covid osztályok azonban továbbra sem fogadnak látogatókat. Egyre nő azoknak a száma, akik már megkapták a koronavírus elleni védőoltás első adagját, de egyre többen vannak azok is, akik nem adatták be a második vakcinát. A szakemberek szerint utóbbiak nagy hibát követnek el, ugyanis az első oltást követően csak egy gyengébb részleges védettség alakul ki, így mindenképp szükséges a második, hogy teljes biztonságban legyenek. Dr. Kovács Klára, bátaszéki háziorvos elmondta azt is, hogy vannak, akik kizárólag annak érdekében oltatják be magukat, hogy védettségi igazolványt és az azzal járó kiváltságokat szerezzenek. Hazánkban több mint 5 millió embert oltottak be koronavírus ellen, közülük pedig megközelítőleg 3 millióan kapták már meg a második vakcinát is. Azonban többen is úgy gondolják, megelégszenek egy adaggal a kettő helyett. Dr. Sanc Róbert, szekszárdi háziorvos szerint a Tolnai megye székhely lakosainak megközelítőleg 2%-a nem megy el a második oltásra. Ez sem mind szándékos, mert néha előfordul, hogy elfelejtik, vagy más dátumot jegyeznek meg maguknak, mint ami van. Ilyenkor figyelmeztetjük őket, és akkor legtöbbször fölveszik azért az oltást. Tehát ritka az, hogy egyáltalán nem érkezik meg valaki a második oltásra. Természetesen előfordulhat az is, hogy megbetegszik, más jellegű betegsége van, ami miatt később kaphatja meg, ez is indokolt eset, ilyenkor nyilván később adjuk. Néhány mozdulat, enyhe szúró érzés, és már meg is kapta az ember az oltást. Már az első vakcina után kialakul némi védettség, hiszen a szervezet már ennek beadását követően is elkezd antitesteket termelni, azonban ez a védelem korán sem teljes, mondja dr. Kovács Klára, bátaszéki házi orvos. Az egy oltás az egy részleges védettséget ad, konkrétan egy gyengébb immunválaszt, egy ellenanyag termelést indít el. A második védőoltással történik meg az, hogy a sejtes immunválasz, a B és a T-limfociták
megizmosodnak, és egy hosszabb idejű, erősebb immunválasz alakul ki. A házi orvos úgy fogalmazott, hogy vannak, akik kizárólag annak érdekében oltatják be magukat, hogy védettségi igazolványt szerezzenek. Azonban a tervek szerint a kormány ezt szankcionálni fogja, így nem sokáig élvezhetik az igazolvány kiváltságát azok, akik nem kérik a második oltást. Laptopokat és asztali számítógépet adott át a kaposvári Center Lions Club a Vakok és Gyengéllátók Somogy megyei egyesülete. A jótékonysági szervezet tavasszal hirdette meg gyűjtési akcióját, amelyhez magánszemélyek és cégek is csatlakoztak. A Mosdoson élő Szabó Gábor évek óta használ informatikai eszközöket. Laptopján egy felolvasó program segíti az írásos anyagok megértését. A gép és a hozzátartozó program nagyban megkönnyíti a mindennapjait és a munkavégzését. Köszönjük szépen! Hát nagyon sok szeretettel és használják egészséggel! Köszönjük szépen! A Kaposvár Center Lions Club gyűjtési akciójának köszönhetően számítógépeket adott át a Vakok és Gyengénlátók megyei szervezetének. Az érdekvédők felolvasó programokat telepítenek rájuk és átadják tagjaiknak. Az önálló életvitel kialakításához, megerősítéséhez egy látássérültnek szinte elengedhetetlen ma valamilyen informatikai eszköz használata. A tagság nagy része ez ellenben nem tudja anyagi okok miatt megengedni magának, hogy számítógépet, esetleg okostelefont vásároljon magának, úgyhogy nagyon nagy segítség lesz azoknak, akik ezt aztán elnyerik az önálló életvitel kialakításában és a hétköznapi nehézségek leküzdésében. A vakok és gyengénlátóknak ezek az informatikai eszközök kinyitják a világot, és könnyebben tudnak érvényesülni a munkavilágában is. Ezért indított gyűjtést a jótékonysági szervezet. Indítatásunk ugye mindenképpen az volt, hogy a Lions Klubok főbb célkitűzése a vakok és gyengénlátóknak a támogatása. A Somogy megyei Vakok és Gyengénlátók csoportjával évek óta tartjuk a kapcsolatot. Itt merült fel az igény, hogy nagy segítség lenne a mindennapi élethez a látássérülteknek az informatikai eszköz. Akkor kezdtük el szervezni a gyűjtést. A gyűjtés eredménye 3 laptop és egy asztali gép lett. A Vakok és Gyengénlátók érdekképviselete egy pályázat keretében hirdeti meg a laptopokat, valamint az asztali számítógépet. Azt remélik, hogy fiatalokhoz és idősebbekhez egyaránt eljuthat a felajánlás. A régió hírei után fontosabb baranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. Több mint 50 ezer facsemetét ültettek el. Minden újszülött után 16 növény került ki Vajszló határába. Óriás kígyóra vágyott, vádat emeltek ellene, illegálisan tartott fegyvert adott az állatért. Dolgoznak a terápiás kutyák, tápot nyert a Misina állatotthon. Kihívás napja. Tánc és családi programok várták a résztvevőket. Péntekre virradóan egy hideg front hatására eleinte főként nyugaton, majd délnyugaton fordulhat elő eső, zápor. Napközben a napos gomoly felhős időben már csak néhol északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor. Többfelé megerősödik az északi, északnyugati szél, hajnalban 8-14, napközben 18-23 fokot mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!